Átiszolnám a szót Kocsapó barátomnak, aki a szakrális megnyitását ennek a mai rendezvénynek 7 óra 7 perckor megtartja, legalábbis nálam ennyi az igaz. Köszönöm! Kedves magyar testvérek, hallani? Kedves magyar testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit! Kedves magyar testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a szakrális napon, 7 óra 7 perckor itt. Herceg Ferencre is emlékezünk, minden jót kívánunk neki, műtéten esett át, kórházban van, azért nem tud itt lenni, de mi elvállaltuk és megszervezzük ezt, mert ez egy hagyomány már, és a hagyományt meg kell őrizni, a hagyomány tart meg bennünket, tehát ezt nagyon tudni kell mindenkinek, így van. A múlttal kell foglalkoznunk, mert a múltban van a jövő, és küzdenünk kell azért, hogy ez az ünnep, tehát a csata ünnepe legyen egy országos ünnep. Se a sajtó, semmi nem foglalkozik vele. Tehát nagyon rossz a, ugye a járvány kapcsán látjuk, hogy milyen mainstream média van, hogy azt mondanak mindent, amit elrendel a politika, és több semmit nem. Tehát erről is kéne, mert ezt nemzeti nappá kell lenne nyilvánítani, hiszen egy olyan jelentőségű csata volt, amit semmi más nem pótolja. Tulajdonképpen ugye úgy emlékeznek meg, úgy írnak róla mindig, hogy ugye a frank keleti keresztény királyság és a magyar pogány fejedelemség. Na hát ez szépen lehet mondani, hogy ez mekkora hazugság, de azért röviden mondanék róla, ugye mikor Kurszánk 902-ben elhívják, ugye bajor területre majd megölik, ezt a kereszténység nem tudja, egy Jézus Krisztus ilyet nem tud csinálni, ez az ószövetségi kereszténység már akkor a frank kereszténységben. Nekünk pedig a szkíta kereszténység már akkor a magyar kereszténységben. Ezt mindenkinek tudni kell és követni kell, és ezt kell csinálni, mert a kettő között óriási különbség van. Ugye ki meri mondani azt, hogy dekrétum Ugris eliminatus. Ugris eliminandos esse. Ezt kimerik mondani. Hát én is egyetemet végeztem, és az eliminandos szó, eliminálni valamit, ezzel mindig találkoztunk, az kiirtani, megsemmisíteni mindent. Így tanították nekünk. És most megmagyarázzák, hogy elüldözni, elhogy hívják olni. Milyen kereszténység ez, milyen keresztény kereszténység, aki ilyet tud kitűzni, hogyha bejön az országba, és előtte megöli Kurszán vezért, aki nem tett semmit, és elment, és bízott bennük, és becsülettel elment katonaság nélkül, és úgy jön vissza, hogy megölve. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, így kell értékelni. Sajnos a régi krónikák, évkönyvek, amikben megmaradtak ezekről, akár az osztrák területen nézem, akár a magyar területen, nagyon kevéssé foglalkoznak ezzel a témával, nem tudjuk, hogy miért. Magyar területen teljesen egyértelmű, hiszen Magyarországon idegen kezébe volt a történelem, mondhatom azt, hogy német és zsidó szerzők írták az egész történelmünket, újra kell gondolni a történelmünk minden betűjét, és ezért fordul elő az, hogy eltüntetik, Magyarországon eltűnik, hogy amikor az osztrákok a Rákóczi szabadságharc után fölrobbantják a várakat, nagy részébe benne hagyják az irattárat, és együtt robbantják fel, együtt gyújtják fel, együtt égetik. A régi történelem könyveinket is a török időben is a törököknél, vagy a törökök után az osztrákok, ha megmaradt, azt is eltüntetik. Tehát azért nincs erről a csatáról annyi adatunk, amennyinek lenni kéne. Ami van, abba pedig kevesen emlékeznek meg róla, de ez a csata létezett, ugye Aventus, egy osztrák szerző, aki 1554-ben, tehát meg a 16. század, a 15. században is írnak erről, akkor már részletesen földolgozzák, tudják, hogy például 29 vezér halt meg, tehát főnök, ugyanannyi pap halt meg, tehát pontosan tudják, hogy mi hogy volt, de mivel eredeti forrás nincs, ezért a Magyar Tudományos Akadémia most is azt mondja, hogy lehet, hogy nem is volt ilyen csata. Tehát borzasztó ez, ami itt megy Magyarországon, ahelyett, hogy megemlékeznénk és dolgoznánk rajta, hogy ez tényleg váljon. Mi dolgozunk rajta, mi összejövünk minden évben, javaslom, hogy jövőre is jöjjünk össze, és lelkileg kötődjünk össze, és legyünk erősek, hogy helyre tudjuk tenni ezeket a dolgokat, mert olyan időket élünk,
amikor változást lehet elérni, most is változást lehet elérni. Sajnos az iratokban kevés maradt meg, ugye, de a csata megvolt, és ha akárhogy becsüljük, elképzeljük, egy 100 000 fő legalább volt, vagy 110 000 fő, az ellenség, a magyarság volt, vagy 40 000 fő, ami összejött, és akkor sikerült legyőznünk ezt a csapatot. Röviden összefoglalva, csak ugye, hogy pár mondatban, hogy ne húzzam az időt, ugye az első nap a déli oldalon, a Duna déli oldalán ketté vált a német hadsereg, a bajor nagy rész, de Európa minden részéből voltak itt. Ez egy megint egy olyan sereg volt, ami a magyarság ellen Európa összefogott, mint ma is összefognak. Ma is, ha megnézzük, képes lenne Európa Magyarországot meggyilkolni, megölni, ahogy Trianonnál is képes volt arra. Megszavazta, aláírta. Tehát mi nem bízhatunk Európában, nekünk magunkba kell bízni. És itt is azért működött ez, mert magukban bíztak a magyarság. És nem, megemlékezünk arról, azért vagyok mindig itt, és akkor vagyok nagyon büszke arra is, hogy Árpád és három fia, ugye Tarhos, Üllő és Jutas, mind a három életét adta. Most nem tudjuk bizonyítani, hogy pontosan a csata előtt, csata közben, csata után, mikor, de mind a négyen életüket adták a magyar hazáért. És hol van még egy ilyen példa, hol van még egy ilyen család Magyarországon, aki ennyi áldozatot hozott a magyarságért? Úgyhogy nagyon fontos erről megemlékeznünk, hogy első nap a déli vonalon, a római úton vonuló hadsereget semmisítik meg. A második nap, vagy éjszaka még átúsznak a Dunán, a másik oldalon a Luitpold vezette, te ott már érsek vezette a délit, az északit a Luitpold vezette, körbefogták, és megsemmisítették. Alig maradt belőlük valami, aki maradt, azt üldözték végig Enns váráig. És Enzburgban ott eljátszották azt, mint amit a magyarok szoktak, hogy oda mentek kevesen, és mintha megfutamodnának, kijönnek a várba utána, körbefogták őket is, és még őket is kinyírták. A király csak ugye úgy menekül meg, hogy hajón keresztül elmegy Passauig. És még fontos volt, amit akartam mondani, hogy előtte ugye a király összegyűjtötte Enzburg várában már májusban a csapatait, amivel akart jönni, és három napig Istenhez imádkoztak, de kihez? Az Ószövetség így Istenhez, Jahvéhez, és ezért sikerült úgy, és ezért volt úgy, ami volt. Mi pedig a keresztények, akik itt vagyunk, az ki a kereszténységet képviseljük, és ezért volt. Még egy pár dolgot megemlítenék, ami fontos lenne, ugye, hogy a Magyarság Kutatóintézet csinált egy nagyon jó filmet, még jó vezetése volt. 2000. december 22-én vetítették le, és utána megtörtént a váltás, ugye a Kásler Árpád lett a vezető továbbra is, de a járvány kapcsán, minden kapcsán leváltották a Magyarság Kutatóintézetet, elküldték Neparácki Endrét, stb., aki kiváló ember volt, csodálatos genetikai vizsgálatokat végzett, világhírű csapat jött össze. Gondoljuk el, hogy a szkíta genetikával a világon három helyen foglalkoznak, de Magyarországon sem foglalkoztak még eleget, itt is csak honfoglaláskori volt. Alig van teljes genom vizsgálatra alkalmas labor a világon. És ezt is most szétverték, szétment minden, és ugye megvonták azt, hogy lehessen iskolákban kötelezően, mert ezt a filmet iskolákban kötelezően kéne vetíteni. Ezt a filmet, ezt a csatát, hogy az emberek tudják, hogy miről van szó. De ettől elhatárolódtak, 2023. júliusában, márciusban cserélték le a vezetést, és ez így van. És még egy dolgot akartam megemlíteni, a West Pointot. Ez amerikai katonai iskola, New York mellett, New York fölött északon a folyó mellett, és itt tanítják ezt a csatát. Tehát ha ők tanítják Amerikába, ott láttam saját szememmel, könyvet írtak Attiláról. Attila hogy vezette, hogy tudta fönntartani a birodalmát. Többet foglalkoznak Amerikában West Pointon ezekkel a gondolatokkal, mint Magyarországon a magyar kormány, a Magyar Tudományos Akadémia, a magyar tudományos élet. Tehát ezért hívom fel a figyelmet, hogy össze kell fognunk, és tényleg harcolnunk kell azért, hogy helyére tegyük ezeket a dolgokat. Mert nagyon-nagyon fontos a pozsonyi csata, tudni kell Árpádot, a fiait megvédeni, tehát ezek nagyon fontos dolgok, jó? Röviden ennyi bevezetőt akartam, és emlékezve a hősökre, gondoljuk el, hány ezer, hány tízezer magyar ember halt meg ott? Hány tízezer ember hagyta a vérét ott azon a magyar földön? És
iskolában nem tanítják, nem emlékezünk vissza, tehát ezek olyan borzasztó dolgok. A legszebb dolog a hazáért élni és meghalni. És aki ezt teszi, mi meg élünk, mert itt lehetünk még a magyar földön, még magyar föld van, ez nekik köszönhető. Mi pedig nem tudunk úgy emlékezni rájuk, ahogy kéne. Itt is tömegeknek kéne lenni, sok embernek kéne lenni, együtt, egy lélekkel, de legalább akik itt vannak, nagyon jó lelkű emberek, közös a lelkünk, és sokkal nagyobb hatást tudunk elérni mi itt ennyien, mintha 100 000 nem odaillő ember jönne össze, és csak a negatív energiák mennének össze-vissza, így viszont a pozitív energiák mennek, és így tudunk előre haladni, és tudunk változást majd elérni. Úgyhogy a halottakra emlékezve mondjuk el együtt egy közös hunmiatyánkot, jó? Aki tudja, mondja velem. Mi atyánk Istenünk, bennünk van országod, előttünk szent neved, s törvény akaratod. Minden napunk gondját magadon viseled, bűneinket, mint mi másoknak nékünk elengeded. Te kezed vezet kísértéseken át, s lefejted rólunk a gonosz járomát. Téd a nagyvilág összes hatalma üdve, mindöröktől fogva légyen mindörökre. Emlékezzünk a halottakért, egy perc szünetet kérek, mindenki legyen csendben. Köszönöm szépen, és akkor átadom a szót a következőre. Nagyon szépen köszönjük, és nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek, és akik felszólalást vállaltak, és hozzátesznek az ünnephez. Egy picit próbáltunk fiatalítani, hogy fiatalabb korosztálynak is vonzó legyen az ünnep, úgyhogy ezért három nagyszerű zenekar is jelen lesz, hogy nekik is köszönjük, hogy önzetlenül jönnek, és szeretném az első hozzászóló csapatot felkérni, akik immár 2016 óta önfeláldozóan saját kasszából, családi félretett pénzekből finanszírozva, rengeteg munkával, energiával, szívvel, lélekkel megrendezik ugye a mai megrendezésre került gyönyörű ünnepet, pozsonyi csata megemlékezést vonulással, nagyon látványos és tartalmas rendezvény. Úgyhogy szeretném ide kérni hozzászólásra Csengődi Hettit és Csabát, illetve hát Pálosi Attila is ugye a szervezők közé tartozik, nem tudom, majd kiderül, hogy Attila szeretne hozzászólni. Minden esetre annyit kérnék, hogy mindenki tartsa be az idejét, mert hogy tényleg így haladjunk, hogy mindenki kapjon teret és időt. Köszönöm. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Csengődi Csaba vagyok, az Üllővezér Hagyományőrző Egyesület egyik alapítója és vezetője. A pozsonyi csata, pozsonyi diadal számunkra az egyik legfontosabb ünnepünk. Herceg-Feri bátyánk, aki sajnos most nem lehet közöttünk, sok erőt és egészséget és kitartást kívánunk neki. Mi 9 éve az ő nyomdokai alapján, az ő tudása alapján indítottuk el azt a figyelemfelkeltő pozsonyi csata, pozsonyi diadal ünnepet, amit a Andrássy úton végigjöve az Oktogontól szervezünk, és megpróbáltuk behozni úgy a városba, úgy figyelemfelkeltésre, hogy mindenki tudomásul vegye ezt a nagy ünnepet. Addig nem fogunk nyugodni, ameddig nemzeti ünnepet nem fogunk belőle létrehozni. Erre nagyon sok barátom megesküzdött szószoros értelemben az utolsó leheletéig is, és dolgozik azon, hogy ez megvalósuljon. Eljutottunk elég messze kormányzati szintekre a ünnepnek a megvalósítása céljából, és sajnos olyan választ kaptunk, és ezt ki kell mondanom itt előttetek, hogy az uniónak nem érdeke a magyar identitásnak az erősítése. Fúj! Unió! Egyet értek. 907-ben kiadták a parancsot, hogy a magyarokat ki kell írtani, hát minket nem fognak tudni kiírtani.
De tudjátok, hogy ez a parancs a mai napig érvényben van. Amikor van egy olyan országunk, aminek nincs alkotmánya, lebutítják az egészségügyünket, az oktatásunkat, ezt nem tűrjük, és ahogy a Karaulnak a szavaival élve, dobbantsunk egyet, hogy nem tűrjük. Reggel 5 óra óta mozgásban vagyunk azért, hogy behozzuk a fényt, úgymond ide a fővárosba, behozzuk azt a tudást, hogy mindenki próbáljon egy kicsit meríteni a szívében, és álljon meg egy pillanatra, hogy tulajdonképpen mi miért dolgozunk, és mi a célunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, átadnám a páromnak egy pár gondolat erejét. Tennék annyit, és szeretettel köszöntök én is minden megjelentet. Különös nagy örömmel köszöntöm azokat, akik látom, hogy már akár délelőtt 10 órától a menet óta velünk vannak, és hiába a hőségriadó, mégis fontosnak érzik ennyire a pozsonyi csatára való megemlékezést, hogy reggel 5 a talpon vannak velünk együtt, és élik az ünnepet, azt az ünnepet, amit magától érthetődően kellene a tankönyvekben hosszú-hosszú listában leírni, azt az ünnepet, amit már régen, ahogy Csaba is és Pócs Alfréd is mondta, már réges-régen nemzeti ünnepé kellene, hogy nyilvánítsanak, de így marad ránk, civilekre egyenlőre ez a feladat. Örömmel látjuk azt, hogy kisebb médiák segítségével és a szorgos emberi, kisemberi segítséggel azért megy a híre. Hát most már nem tudják semmisé tenni. Hosszú-hosszú ideig azt gondoltuk, vagy úgy tűnt, mintha nem is létezne ez a diadalmas csata. Most már egyre több ember tud róla. Viszik a hírt, és aki itt van jelen pillanatban, kérjük, vigyék a hírt, hogy minél több helyre eljusson. Ne csak egy mondat a tankönyvben a gyerekeknek, amit alig tudnak szegények értelmezni, hanem igaz, megélt ünnep legyen. Igazándiból egy olyan helyesbítést tennék, hogy igaz, hogy itt az Andrássy úti ünnepi menettel, a Hősök terén a koszorúzással, és a vajdahunyadvári ünneppel 9 éve van egyesületünk jelen, de Üllő városában, ugye Árpád fia Üllő, és az Üllő város hagyományőrzői, Üllővezér hagyományőrző egyesület már 15. éve vagyunk minden évben toppon, úgy mondom, tehát mindenképpen igyekszünk vinni a hírét ennek az egésznek. És érdekes volt nagyon, amikor, köszönjük szépen, érdekes volt, amikor ma előkerült véletlenül egy jegyzetünk, hogy igazándiból annak idején milyen célokat is tűztünk ki. Hát részben megdöbbentem, hogy mennyire szó szerint most is ugyanígy gondoljuk, részben elszomorodtam, ugyanis az, hogy sokkal jobban menjen kormányzati szinten is a híre a pozsonyi csatának, nem valósult meg. Az, hogy a tankönyvekben sokkal részletesebben írjanak róla, egyenlőre nem valósult meg. Az, hogy nemzeti ünnep legyen, az sajnos egyenlőre nem valósult meg. Tehát mindenkinek, aki ma csodálatos módon nem egy hűszobában ücsörök, hanem itt áll közösségként, köszönjük szépen, hogy tesz ezért, és köszönjük szépen, hogy viszi a hírét, hiszen így tudunk, mint a tengerbe a csepp, hogy elindul egy csepp és megy hullámot vetve. Önök itt mindenki viszi a hírét, és viszik a kamerák által azok, akik fölveszik, hogy tudjon róla mindenki, és egyszer elérjük végre, hogy nemzeti ünnep lesz a pozsonyi csata. Még mielőtt visszaadnám a mikrofont a férjemnek, hozzáteszem, hogy én a sok-sok év alatt, és hát nem csak én, hanem az egyesület is, most is érkezett a telefonomra az egyik plakátunk alá.
hát néhány csúnya megjegyzés. Támadják a rendezvényeket különböző okoknál fogva. Mert hogy hazudunk, hogy hol volt. Mert hogy hazudunk, hogy Árpád ott halta meg, vagy nem. Mert hazudunk, hogy kik vezette és hogy mi volt igazán a cél. Mi erre Pálosi Attila barátommal, és most megláttam hál' Istennek Szabó Pityu barátunkat, aki nagyon sokat segít nekünk a rendezvényekben, köszönöm, hogy itt vagy. Mi végig gondoltuk, kell szabad összeveszni azon, hogy Árpád biztosan ott volt-e és vezette, szabad összeveszni rajta, hogy vajon meghalt-e a három fia ott, vagy esetleg nem pontosak a leírások, vagy a helyszínről szabad-e. Mi úgy gondoljuk, hogy igen, jó lenne tudni a pontos igazságot, de hogy Pócs Alfréd barátunk mondta, nincsenek meg azok a tűpontos leírások, ami alapján bármit biztosan kijelenthetnénk. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy arra a tényre kell alapoznunk, hogy igen, volt egy csodálatos, hatalmas diadal a hadtörténet és a hadászat összes bravúrjával, ami által Európa sorsa, mert Európa sorsa egy örök világra megváltozott, hiszen itt vagyunk. Itt vagyunk, és mai napig változtatjuk a világot, és változtatjuk Európa sorsát. Mert bennünk van az a mag, és bennünk van az a tudás, és újra előjön, és előhívjuk magunkba, ami az árpádi seregetben benne lehetett. Hatalmas tudás lehetett bennük, hiszen többszörös túlerőt győztek le. Keressük meg magunkba ezt a többszörös túlerőt, ezt a belső lelki erőt, és bizonyítsuk, hogy most igenis itt vagyunk, jogosan vagyunk itt, és itt lesznek jogosan az unokáink is, a dédunokáink is, mert ezt kivívták nekünk az árpádi seregek. Köszönjük, és nőjünk föl, hogy méltók legyünk erre. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Én búcsúzóul egy Vas Albert idézetet szeretnék elmondani. Az utolsó táltos című novellájának az utolsó bekezdését, ami most nagyon-nagyon aktuális. Isten kardja akkor fog újból csillogni és vezetni győzelemre hunok és magyarok ivadékait, ha újra egyek lesznek, mint hajdanán. Egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, öregősten, parancsa szerint. Köszönjük szépen Hettinek és Csabának, és hogy eljöttek egy ilyen hosszú nap után, ők mennek vissza pakolni. Készüljön fel, azt kérném a következő hozzászóló, Subás Bódi Tibor barátunk, akit csak annyi egy szóval illetnék, hogy a bölcs. Ugye engem Budai Gábornak hívnak, aki nem ismerne, elfelejtettem az elején elmondani. Ugye Ferenc is évek óta rendezi, ő már nagyon régóta ezt a 7 óra 7 perc, bármilyen napra esik, most szerencsésen egy napra esett a másik ünneppel. Úgyhogy itt együtt ünnepelhetünk egész nap, és hát én állok itt a kezembe a pontos idővel, mert tényleg nagyon fontos, mert nagyon kemény a hatalom, vagy a hatóság, úgyhogy tartanunk kell az időt, úgyhogy át is adnám a szót Bódi Tibor barátomnak, fogadjátok szeretettel a Subást! Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, Bódi Tibor vagyok, Subás. Nagyon megtisztelőek voltak a Gábor szavai, de egyszerű ember vagyok én, úgyhogy bízom benne, hogy méltó leszek ahhoz, amit ő illetett hozzám. Ha megengedik a tisztelt jelenlévők, én ezt a dicső harcot, a dicső életet szolgáló cselekményt, amit az elődeink a pozsonyi csata alkalmával megvalósítottak, egy kicsit más megvilágításból mutatnék be. Vagyis az értékeikre egy kicsit más szemszögből világítanék rá.
Ugye nagyon jól tudjuk ahhoz, hogy egy ilyen többszörös túrelővel lévő ütközetben eredményesen lehessen felvenni fizikai harc szinterén is a küzdelmet, és hogy ezt eredménnyel záruljon, hát nagyon-nagyon komoly előzetes szellemi tevékenységnek kellett, hogy megelőzze, sőt, az a sok-sok embertársunk, elődünk, akik lehet, hogy mi is voltunk, mert tudjuk, hogy nem egy életünk van, és nagy valószínűséggel, hogy azok, akik ide most időt, figyelmet áldoztak, az valami lelki ingítatás miatt tették ezt. Tehát lényeg az, hogy az a sok-sok embertársunk, aki nem közvetlenül harcban vett részt, hanem a muníciót biztosította, a nyilvesszőket, az élelmet, az egyéb felszereléseket, és a kovácsok, akik a fegyvereket kovácsolták, mind-mind egy nappal át éve, és fáradhatatlanul tették a dolgokat. Tehát nem csak a harcosok hathatós szervezet és következetes végrehajtói tevékenysége volt szükséges, hanem az előkészítői tevékenységnek is illenie kellett ehhez az egészhez. Ha egyszerűen ki akarnám fejezni magamat, akkor azt mondom, hogy egy szervezetben működtek, amit a szer vezetett. Elfogadták azt, amit a tudóik nyilván valódi alkalmassága alapján bizonyítva képességeiket javasoltak és mutattak, mind a stratégia, mind az emberi értékek és mind a megvalósítás terén. Önmaguk is mindent megtettek azért, hogy emberi értékeikben és képességeik kibontásában alkalmasak legyenek a feladatok ellátására. Nagyon sokszor hallunk a tizedesi rendszerről. Sokan nem megfelelően kezelik ezt, pedig óriási előny, mert ha a birkózót küldjük úszni, vagy célba lőni, és a céllövőt birkózni, akkor nem biztos, hogy az a legjobb eredmény születik. Tehát mindenkinek az élet területén a kiemelkedő képességeit alkalmazva, és értékeit alkalmazva keressük meg a helyét a mindennapi csatákban is. Sajnos van egy rossz hírem, a jelen állapotban sokkal-sokkal súlyosabb a helyzet, mint a pozsonyi csata idején volt. Most rejtezik, másnak mutatja az az erő, az az érdekkör magát, ami mind a magyarság ellenében, de higgyék el, nem túlzok, hogy a földi emberiség ellenében teszi dolgait, érvényesíti szándékait. Ezek ellen nem lehet csak fizikai téren, csak egy-egy részecséget kezelve hatékonyan védelmet kiépíteni vagy megvalósítani. Ezeket csak úgy lehet, hogyha mi ezt testben, lélekben, szellemben együttesen képességeinket és eszközeinket megfelelő módon, rendszerként használva alkalmazzuk, és akkor higgyük el, hogy ahogy a Csaba mondta, az utolsó mondata, azt hiszem nem volt megbeszélve, de nagyon illik ahhoz, amit én szeretnék átadni, hogy valóban közös célok, közös értékek, közös cselekedetek szükségesek ahhoz, hogy mi, de még a földi emberiség is a fenntartható létét továbbra is meg tudja itt őrizni, és nem a mostani megtévesztéseken alapuló rendszernek a káros hatásai alatt görnyedve éljük életünket. A tudóink, útmutatóink már jó néhány éve igyekeznek eljuttatni az embertársainkhoz egy olyan eszközt, ami minden területen kinyilvánítja hatását. Aki ennek utána járt, vagy tanult esetleg róla, nagyon jól tudja, hogy hát az ember, úgy mint az agy működésének a hányada, körülbelül olyan szándékban, vagy hányadban működik a létezésben való kapcsolódásunk, érzékelésünk hányada is. Gyakorlatilag sokkal nagyobb hányadban vagyunk az anyagon kívül, és tudunk hatást gyakorolni, mint a fizikai valónkban, itt anyagi testben létezést töltve. Na most, hogyha ezeket a óriási erőket és eszközöket, képességeket nem megfelelően alkalmazzuk, akkor töredék eredményt várhatunk. Én nagyon nagy tisztelettel szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy az útmutatóink által már több éve kiárasztott, működtetett és embertársaink felé információként közvetített magyar teremtő szert
ismerje meg a magyarázatát, hogy tudja, hogy miért, hogyan fejti ki hatását, és milyen területen képes még a fizikai létünkön túl is nagyon jelentős hatásokat elérni, ismerje meg, és ha a szíve, lelke jó érzéssel van irányába, és meggyőződött minden egyes jövőképéről, minden egyes folyamatáról, hogy az biztos módon az ő és a környezetének az életét fenntartható bölcs, mind rövid, mind hosszú távú létét szolgálja, akkor kezdje el először hallgatni, mert bizony minket a hétköznapi életünkben is a mintáink, a tudati mintáink, a szokásaink vezérelnek. Ha ezek nem helyes értékrendeken, esetleg megcserélve férfi-női szerepek, vagy nem a korunknak, fejlettségünknek megfelelő szinten kerülnek alkalmazásra, ez nagy zavart okozhat, és bizony az egész életünket, de még nem csak a miénket, hanem a környezetünkét is nem helyes irányba terelheti. Az a kérés, hogy a magyar teremtő szert, de elsődlegesen annak magyarázatát, a YouTube-on is fent van, az oldalán is fent van, hallgassa meg mindenki, és ha mennyiben egyetért, és jó érzése van, adja tovább embertársainknak, mert higgyük el, hogy minden, de vizsgálja meg mindenki egy az egyéni életét, hogy bármi történt-e úgy az ő életébe, hogy először az nem egy szellemi síkon indult el, egy gondolatiság által, egy gondolati energiák, majd az erre irányuló figyelmek és ehhez társuló cselekedetek útján. Minden így működik a létezésünkben, sőt, ha most akár egyénként, akár társadalomként kialakult helyzetünkkel és problémákkal felelősen vizsgálódunk, rá kell jönnünk, hogy nincs más hatékony út. Mert az, akik ezt létrehozták, azt nem csak a fizikai területen és alacsony szinten hozták létre, és ezzel csak megfelelő szellemiséggel, lelkiséggel ötvözve tudunk a fizikai síkon is fellépni. Kezdjük el teremteni, és higgyük el, hogy a még most nem felismert fizikai térben nem megvalósult tartományból olyan megoldások, segítők lehetnek ezek, köszönöm, lehetnek ezek akár csillagtestvéreink is, mert ez ugye nagyon-nagyon sok száz év, ezer év óta ismert, hogy bizony vannak támogató és kevésbé támogató csillagtestvéreink is, amik csodákat voltak képesek egyénekkel és emberiséggel szintén is megvalósítani. De van egy kozmikus szabály, nem avatkozhatnak be, ha csak mi nem kérjük őket, de nyilván olyan egészséges szintű gondolkodásmóddal, olyan egészséges világnézettel, ami nem a megosztottság által torzított formában kéri ezt a segítséget. Mivel jelzett a bíró, hogy el kell köszönnöm, sokkal-sokkal több információt szerettem volna átadni, de most ennyire adódott lehetőség. Ha csak azt megteszik, hogy megvizsgálják a magyar teremtőszert, és annak hatásait és jövőképeit, mert egy dolgot vegyünk figyelembe. Ha nem hittek volna benne, akik ott részt vettek a bozsonyi csatában, vagy az összes előkészítő folyamatban, hogy ők ezt képesek megvalósítani, hogy a hitük által a képességeik nem nyíltak volna meg, akkor mi most nem lennénk itt, mert abban az időben, abban a korszakban a magyarok véglegesen kiirtódtak volna. Természetesen ezt csak fizikai értelemben értem, mert nagyon jól tudjuk, hogy a magyar genetika az, ha több generáción keresztül is, de újra felszínre tör. Isten áldjon meg mindannyiunkat, jó egészséget, tisztességet, és mindannyiunk bölcs jövőjét szolgáló cselekedeteket kívánok minden embertársunknak. Áldás, áldás, áldás. Köszönjük szépen Subásnak, és szóba kell, hogy hozzam, hogy vannak, akik segítenek itt nekünk, önfeláldozó munkával van, aki egész nap itt volt, így külön sorrend nélkül, Faltusz Andi, Bognár Tibi, akkor Barabidi stúdió, akkor itt a technikánál Mix Csabi, aki ugyanúgy, mint a Ricsosz, ebbe az életében vak, de mégis egy zseniális hangmérnök. Meg nagyon sokan ugye a két zenekar, a Druid és az Ultima Szakra is örömmel jött önként szolgálatból. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ha még itt...
felső szinti. Azt kérnem szépen. Felső, felső, felső. Amíg itt a beállítás megtörténik, egy-két rövid gondolat. Július 7-e a pozsonyi csata ünnepe, elsősorban ünnep, nem megemlékezés. Mi a különbség? A megemlékezés az a gyász felől közelít, az ünnep pedig az öröm felől. A pozsonyi csatának ugyan megvoltak a maga halottai, de én azt gondolom, hogy ennek ellenére ez egy örömünnep, hiszen ezt a népet ezrek tépték szét, és mégis él. És ennek a szellemében döntöttünk úgy Gábor barátommal, hogy némileg a zene jegyében fogjuk ezt az ünnepet megülni. Bár voltak olyanok, akik azt mondták, hogy az ősök forognak a sírjukban, mert hogy itt bulika van. Most erről nekem az a véleményem, hogy az ősök nem azért forognak a sírjukban, mert zene van, mert a dal, az ének, a zene, az minden szakrális ünnepnek a része volt az ősidőktől fogva. Ha az ősök azt látják, hogy örülünk és hálások vagyunk annak, nekik és a sorsnak azért, hogy mi még mindig élhetünk, még mindig létezhetünk, akkor fogják látni, hogy volt értelme. Szeretném bemutatni a Druida zenekar tagjait. Az együttes angyalkája Szőke Tímea! Hátul a doboknál Durgonis Tamás! Basszusgitárnál Bak Zoltán Rockfater! És a szólógitároknál két fantasztikus barátom, Tumbász Márton! És végül, de nem utolsó sorban Pihokker Péter, azaz Pihe. És akkor... Oh,